Sziasztok! Megmutatom nektek ezt a gyönyörű szép szökőkutat szemben a nappal. Gondoltam, szakítok egy kicsi időt arra, hogy megmutassam nektek a város főterét és a legérdekesebb részeket itt a főtéren. Kicsikét vonatkoztassatok el ettől a vízzobogástól. Megmutatom nektek a város jelképét, ami a víztorony, és a város jelenlegi ékét, magát, Turi Tamást. Sziasztok. Megérkezett hozzánk. Végre. És most már ketten vagyunk itt. GoPro-val, tokkal, vonóval, mindennel felszerelkezve. És megyünk ki a strandra, mert kibaszott meleg van. Úgyhogy lehet irigykedni. Azok, akik télen nézik WC-n ülve, gondoljatok ránk, hogy mi most élvezzük az életet. Így van. Megyünk. Fagyival kezdünk, aztán csobbanunk egy nagyot. Úgyhogy majd valószínűleg... Azért a víztornyat is megmutatom én is. Igen. Hát azért... Na látjátok, most... Szó szerint in the making, így készülnek a Turi Tamás videók. Behind the scenes. Igen. Szóval az ott a víztorony, a part nektek balra, nekünk jobbra van, úgyhogy nem sokára onnan is kaptok egy ilyen kis egyperces videót, többet nem, mert egyesével fogom feltöltögetni, mert 4G és nettel most kiélvezkedjük az életet. Tegnap itt vacsoráztunk. Jaja. Igen, ez az a hely, tudjátok, ahol össze-vissza köpködtem magam az Erős Pista miatt. Annyi húst adtak, hogy még haza is kellett vinni. Igen. Mert nem bírtam megenni. De kurva jó volt egyébként a kaja. Még tegnap proxy, ma az a híres neves albán fagyi. Sokan szídnak, de én már mondtam nektek, hogy lehet jobbat csinálni. Így. Ezt nézzétek meg. Felkészültél rá? Aha. Tuti fini lesz. Magyarul csak keveset. Ott ők. Itt egy kicsikét lehet kopátlanulnak lenni a kamerával egyébként. Persze. Tehát azért, ha felhúzza a szemüldékére, felhúzok szívesen. Amúgy a vakut nyugodtan kikapcsolhatod, mert... Elfelejtettem kikapcsolni. De a menet közben nem lehet. Á. Hát így legalább nem kell, felvétel készül. Ezt postoljátok meg. És nézzétek már mekkora a gombot. Ezt meg két kézzel kell fognunk. Igen. Na, mi elköszönünk most, következő bejelentkezés a strandról fog jönni, csak hogy utáljatok minket. Nem tudom, miért vegyek. Szerintem én citromot meg vaníliát fogok enni, mert én mindig azt hiszem. A citrom az mindenhol verhetetlen. Hú, ez tényleg nagy adag fagyi. Ez két gömb. Ha tudtam volna, hogy... Tudtam volna... Nézd meg a dorral. Nem érem el a nyelvemmel. Majd leolvad, azt lecsöpök. Nem tudom letörölni. Az egyik kezemben a GoPro van, a másikban a fagyi. Ha megfogod egy pillanatra... Várjál. Elteszed a... Hogyan fogsz itt csajozni? Sehogy majd a csajok jönnek, azt lenyalják. Mert mindenbe beleütöm az orromat. Ez biztos. Oh, yeah. Ott egy kuka. Meg elsétálom. Nagyját mondd. Ez az a fagy, egy kézbe kettő. Hogy csinálják a nagyot? Nem azt esik. Mi újság? Hát, ezt nem tudjuk. Na, igen, jó ráéreztél. Ez itt már a Petőfi sétány. Ráadásul úgy a Petőfi sétány, hogy a... Most a nappalos nyugodt időszakát fogod látni, de este itt hömpölyögnek ezrek. Azért van itt a korzor. A nagy hömpöly van este. Hát most ott hömpölyödik két ember. Ez szoroz meg 2000-rel, és akkor 4000 embert látsz itt. Ilyenkor... Copyrightos tévéműsor is megy. Ma este Portugália Magyarország meccs lesz. Annyi baj legyen. Ó, hát azt tudod, hogy mi lesz ott? Ott a látod a magyar zászlós fákat? Aha. Van egy baszott egy kivetítő, és ott gyakorlatilag ott az utcára csak így leülnek az emberek. Az üvöltést, amikor az első gól itt megszületett. Pont lent voltunk csak a sétány végén. Láttuk a füstöt, azt a szurkolói füst drámátot, ami felszállt. Igen. Úgyhogy ma is nagy őrület lesz itt. Gyönyörűen fel vannak díszítve a fak.
zászlóval. És ki vannak festve oda a focisták. Ha. Karikatúra. És ott a kivetítőn megy a sztori, de egy hatalmas nagy izé. Üvöltések vannak, ünneplések. Ja, gondolom. Ja, azt hittem, hogy vloggerre kiderült, csak botot tart a kezében. A telefont. Igen, csak meg a bot, azt hittem, hogy selfie bot. Ja. Egy kicsi a hülyáig. Ez itt a plázs. De nincsen nagy élet itt, úgyhogy megnézzük előbb a másik strand. Az mit jelent, hogy plázs? A plázs az a régi nagy strand, a lépett fel. És itt tovább, és itt tovább az összes az minden zenekar, akik itt számítottak régen, meg az MTV-nek volt ez a valamilyen Music Award szerűsége, és zenekarok játszották el egy bizonyos zenekarnak a zenéjét. Uh-huh. Itt tudom én játszott el a tudom, itt mondja. Igen? Aha. Érdekes lehetett. Na, durva volt, igen. Mondjuk YouTube-on még lehet találni ilyen régi felvételeket erről, mert ugye ez 10 éves sztori. Fenne megette már ezt a is. Meg bazár azért mindenütt. Az, igen, de ezek elpakolnak este, aztán csak a buli. Itt van a félkör, most még nem sokára odaérünk. Az a dühöngő. Szó szerint. Pont úgy van kialakítva, mint egy ring. És ott gyűlik össze nagyon sok ember. Rajongók. Aha. Ott gyűlik össze nagyon sok ember. És aztán elkezdik a bulizást, hogy jól lerészegednek, balhéznak. Ilyen is van itt. Sziasztok! Hello! Bocs, tessék! Nem tudsz nekem valamit konyhára. Konyhára? Hamburgert összerakni, vagy előkészítő, vagy mosogató, vagy bármi. A segítő is kéne. Megkérdezem, maximum. Ja, van ez a jelentős oldal. Köszi. Most a több ezeren nézik naponta, úgyhogy beírom. Konyhai kisegítőt, és akkor... Meg hamburgeresbe, tehát büfébe, konyhás. Oké. Konyhást keresek, meg előtt egy ilyen konyhai kisegítőt. Meg olyan kasszást, aki esetleg beszél nyelveket. Felesd el, babám! Aki beszél nyelveket, az már országhatáron kívül van. Vagy fix olyan munkája van, amit meg nem fogod hagyni. Az meg, hogy a fiatalok nem beszélnek semmi nyelven. Mit csinálnak az iskolában? Tanulják a nyelvet. Igen.